Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Cél a japán piac. Márciusban bővítheti távol-keleti pozícióit a Gyula hús. Nagy az érdeklődés. Nem lesz könnyű elvinni a Várfürdő nyeremény autóját. Főszerepben a jazz. A Kozma Orsi Kvartett lépett fel a napokban Gyulán. Komoly terveik vannak. Már lemezzel is rendelkezik a gyulai Bitang Flow rap csapat. Tovább bővítené távol-keleti pozícióit a Gyula Hús Kft. A cég Hongkongban már megvetette a lábát, márciusban pedig a japán piacra szeretnének betörni. Ez a nap híre. Ízlik az olasz bor a japán hölgyeknek a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari kiállításán, melyet idén már 41. alkalommal rendeznek meg Tokióban. A magyar küldöttséget ebben az évben egy gyulai cég is erősíti. Csomagolják a szeletelt kolbászt a Gyula Hús Kft. Békesugárúti telephelyén. Az itt előállított termékek nagyobbik része a hazai piacra készül, de az önkormányzati tulajdonú cég menedzsmentje nem tett le arról, hogy minél erősebb exportpiaci pozíciókat szerezzen. A kivitel döntő többsége Európára koncentrálódik, de bármilyen meglepő is, a vállalat a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területére a 7 milliós Hongkongba is szállít kolbászt. Ez jó alap lehet a távol-keleti expanzióhoz, melynek egyik fontos lépése következhet márciusban. Március 8-ától 11-ig lesz Japánban a Foodex nevű nemzetközi élelmiszeripari kiállítás, melyre a Gyula Hús Kft. Is ki fog utazni. A Magyar Turizmus ZRT és az Agrár Marketing vezérigazgatóság szervezésében egy magyar nemzeti stand jelenik meg ezen a kiállításon, és itt fogja magát képviseltetni a Gyula Hús Kft. Is. A cég elsősorban a szárazáru termékekre építhet a távol-keleten, a májasokat már csak a rövidebb szavatossági időnek nem kedvező, hosszú hajóút miatt sem lenne értelme ott reklámozni. A kolbász viszont nyerő lehet, bár Daka Zsolt szerint a japánok nem pont azt az ízvilágot részesítik előnyben, amit mi, magyarok, így kisebb módosításokra szükség lehet a receptúrában. A japánok nem kedvelik a túlzottan sós és túlzottan csípős ízeket. Rendkívül igényes piacról beszélünk. A japánok, mint ahogy tudjuk, nagyon precíz emberek, így az élelmiszerek kapcsán is nagyon magas követelményeket támasztanak a beszállítók felé. Bízunk abban, hogy a Gyula Hús Kft. Ezeknek az elvárásoknak meg tud felelni. A Gyula Hús a Foodex-en elsősorban azt szeretné elérni, hogy a cég neve ismertebbé váljon a térség lehetséges megrendelői között, de nyilván nem zárkóznának el konkrét vételi ajánlatoktól sem. A menedzsment azon is dolgozik, hogy Japán mellett Kínában is megjelenhessenek, bár ott jelenleg csak néhány magyar társaságot fogadnak el, őket is fagyasztott és előhűtött sertéshús szállításával kapcsolatban. A sertéshús készítmények engedélyeztetése jelenleg is zajlik. Mint sejthető volt, nem lesz könnyű megnyerni azt az autót, melyet a Várfürdő nyereményjátékán szerezhet meg valaki. Az elmúlt hónapokban komoly érdeklődés övezte az akciót, és ez várhatóan a következő időszakban sem lesz másképp. Ez az 5 millió forintos autó a gyulai Várfürdő tavaly ősszel meghirdetett, egy éven át tartó nyereményjátékának a fődíja. A járművet az viheti majd haza, aki jövő augusztus végéig legalább két belépőjegyet vált az Akvapalotába. A cél elsősorban az, hogy legalább fenntartsák, lehetőség szerint inkább erősítsék az élményfürdő iránti érdeklődést. Ez sikerült, legalábbis néhány hónappal az akció elindítása után a menedzsment úgy értékelt, sok ember figyelmét felkeltette a Csobbanj egy autóért kampány. Már kihúztunk háromszor két wellness hétvégét, ezek a sorsolások mindig közjegyző jelenlétében zajlanak, és a vendégek nagyon szívesen töltik ki a nyereményszelvényeket és dobják be a szelvénygyűjtő urnába. A számításaink szerint a kampány végére 60-70 ezer főnyi, illetve 60-70 ezer nyereményszelvényt fognak bedobni, és ezeket a vendégeket, akik ezeket a nyereményszelvényeket nálunk bedobják és részt vesznek a játékban, később majd mi el tudjuk érni közvetlen hírlevelekkel, és az akcióinkkal, különböző kedvezményeinkkel közvetlenül is meg tudjuk őket majd találni. Éppen ezért nagyon értékes adatbázishoz fogunk majd hozzájutni. A téli időszakban mindig felértékelődik a szaunapark jelentősége.
Január 30-án olyan programokkal készülnek, melyeket a különlegességek kedvelői is értékelhetnek. A felöntések közül szeretném kiemelni azokat a különleges szaunaszeánszokat, amelyekben csokit használnak a kollégáink, vagy adott esetben melanst, banánkrémes felöntéseink is lesznek. Tehát csupa olyan téli különlegességgel, olyan nagy élményt nyújtó szaunaszeánszokkal készülünk, amit máskor vagy máshol nem találnak meg a vendégek. És hát a téli időszakban külön szeretném fölhívni a figyelmet a forralt borral történő szaunafelöntésre is, aminek azért van egy nagyon különleges, nagyon egyedi illatélménye is. A Várfürdő számára hagyományosan nem a január a leglátogatottabb időszak. Az akvapalota megnyitása óta viszont egyre kevesebb a holt idő, hiszen az élményfürdő miatt egy januári hétköznap is több vendég érkezik, mint korábban. A jazz játszotta a főszerepet a Várszínház kamaratermében csütörtökön este, amikor a Kozma Orsi Kvartett koncertjét hallgathatták meg a zenebarátok. Az énekesnő több műfajban is otthonosan mozog, így az esten színes keresztmetszetet kapott dalaiból a közönség. A Kozma Orsi Kvartett koncertjét tekintették meg az érdeklődők a kamarateremben, melynek repertoárja az előadó több korszakának egyfajta keresztmetszetét nyújtotta. Az énekes eredetileg színésznek készült, de végül a zene maradt számára az igazi hivatás. Több próbálkozása is volt, többek között a Szűzri Adó, a Kim Novák és a Jazz Megaz, de végül úgy döntött, a szóló karriert választja, mellyel párhuzamosan a kvartett is elindult, ami azóta is meghatározó az életében. 2013-ban jött ki az utolsó lemezem, közben párhuzamosan megalakult teljesen magától én nem akartam egyáltalán a Kozma Orsi Kvartett, Jazz Kvartett. Annak meg az a története, hogy a Magyar Rádió felkért egy születésnapi koncertre, de az volt a kikötés, hogy ott jazzt kell énekelnem. Hát teljesen kétségbe voltam esve, hogy úristen, most ki kell, hogy és mit fogok énekelni. És akkor Malosik Róbert mondta, hogy hát javaslom neked ezt, meg azt, meg hát neked ez menni fog, Orsikám. Nem, jó, köszönöm szépen. Kozma Orsi Kvartett mellett számos más fellépésnek is eleget tesz, és komoly tervei vannak még erre az évre, nem csak a jazz területén. Rengeteg minden talált most meg, amit így várok is február-március környékén derül ki, hogy mi lesz belőle. De ami nem titkos, hogy készülünk egy nagy koncert a kvártettel a Művészetek Palotájába, aminek most várjuk a sorsát, illetve lesz egy saját önálló Kozma Orsi est a MOM-ban, szintén Budapesten, november tájéken, ami inkább a popzene, illetve az elmúlt évben énekelt dalaimat öleli fel, illetve a jazz megazos korszakot. A Várszínház kamaratermének januári záró programja a Hosszú távfutó magányossága című angol film bemutatása lesz január 28-án. Nemrégiben alakult meg az a gyulai együttes, melynek tagjai komoly terveket szeretnének megvalósítani. A Bitang Flow elnevezésű rap csapat már lemezzel is rendelkezik, és több fellépésen van túl. Korábban nem igazán volt jó viszonyban egymással a tavaly megalakult gyulai Bitang Flow csapata, ám a zene szeretete összehozta őket. Az együttes a hip-hopon belül rap stílusban adja elő dalait, és már néhány fellépésen is túl vannak Gyulán és környékén. A tavalyi Edün első helyezést értek el, és egy országos zenetévé is készített már velük interjút. A munka mindig közösen zajlik, kikérik egymás véleményét, és csak ezután írják meg a végleges szöveget. Ez úgy szokott lenni, vagy Viktor, vagy én írunk egy fél szöveget, egy félkész vagy teljes verszakot, és akkor mindig elküldjük a másiknak, megmutatjuk, hogy te figyelj, akkor nem nyomnál valamit erre te, és akkor tudod, választjuk a témát, akkor a másik is abban a témában ír zenét. A
az alapot alá, a zenét, azt meg, hát akikkel jóba vagyunk, ők csinálják nekünk. Itt használ egy lépés, vízha, egy ház több, betonul, egy villány felhőn, fent az égbe borul, sem. A csapat nem a kemény vonalas gangster rappet közvetíti, hanem a műfaj egy árnyaltabb szeletét, számaikban nagy jelentőséget kapnak az érzelmek. Nekem például vannak szerelmes zeneim, amiben énekes refrén van, egy kicsit dallamosabb dolog, és ugyanúgy ezt is szeretik, ahogy meghallgatják a fele tudja kicsodát, akármelyik zenekart, de nem biztos, hogy ez a hát csináljuk azt, ami több embernek tetszik, amit mi kiadunk magunkból, és ennyi igazából. A fiúk nagy terveket szövögetnek, szeretnének komolyan foglalkozni az előadó művészettel, és már a következő klipjük előkészítésén dolgoznak. Szerintés hasonlók, és meglátod, mint másoknál, ugye hozzák a sötétséget, meglátod a város, egy ilyen Nem okozott fennakadást a csütörtökön lehulló hó Gyula területén. Rövid hírek következnek. Városszerte takarították csütörtökön a járdát a lakosok kihólapáttal kiseprűvel. Már éjszaka megindult a havazás, amely reggel 7 után vált intenzívebbé. Természetesen ez hozzátartozik a télhez, még akkor is, ha ad némi plusz munkát az embereknek. A gyulai közüzemi Kft.-hez hajnalban érkezett a jelzés a havazás elindulásáról, ezt követően azonnal megkezdték a munkatársak az első és másodrendű utak sózását, a frekventáltabb területeket kiemelve. Délelőtt már a negyedik só rakomány kiszórását végezte a cég, amikor is már a negyedrendű utak tisztítása is megkezdődött. Reggel 6-kor a sószóró mellé becsatlakozott a kézi erő is, akkor a kerékpár utakat, buszmegállókat, járdákat, sétányokat tisztították. A só továbbra is rendelkezésre áll, és ha szükséges, további mennyiséget is után tudnak rendelni. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő 1-2 napban nem kell számítani jelentős havazásra, de a cég munkatársai 24 órás ügyeletben vannak, így azonnal bevethetőek. Átlagos forgalmat bonyolított a gyulai határátkelő csütörtökön. Percenként 1-2 jármű haladt el csupán valamelyik irányba. Változhat a helyzet, ha a nyugat-balkáni országok valóban szigorítanak, és a migrációs útvonal keletebbre tevődik. Az elmúlt napok nyilatkozatai és a szerb kormányzat intézkedései miatt nem kizárt, hogy megjelennek a migránsok a magyar-román határon. Úgy tűnik, a térségben egyre inkább számolni kell ezzel a lehetőséggel, már csak azért is, mert ha Szerbiából Horvátország helyett Románia felé indulnak el a bevándorlók, akkor ők nagy eséllyel a magyar határt szeretnék majd átlépni. Erre utalt nemrég Szijjártó Péter, a külügyi tárca vezetője is, aki azt mondta, szükség esetén a magyar-román határon is megépítik a kerítést. Kónya István elmondta, már korábban egyeztettek az ügyben, hogy az esetleges kerítést megépítő katonákat hol lehetne elszállásolni, így elvileg ilyen szempontból minden adott ahhoz, hogyha szükség lesz rá, gyorsan megépüljön a határzár. Az Országos Román Televízió is élőben közvetítette Veres Viola produkcióját egy tehetségkutató műsorban. A fiatal agility edző és versenyző kolozsvári barátai felhívására jelentkezett a versenyre, amelyben egészen a döntőig jutott. Ez a sport Romániában még nincs úgy elterjedve, mint itthon, ezért különösen nagy érdeklődéssel fogadták, hiszen sok újdonságot láthatott a zsűri és a közönség. A felkészülésre nagyon rövid idő állt rendelkezésre, de több show elemet is beépítve sikerült a feladatot megfelelően végrehajtani. Már az első produkciókat nagyon jól fogadta a zsűri és a közönség egyaránt, amit aztán adásonként sikerült fokozni új elemek és eszközök beépítésével. Veres Viola jelenleg egyetemi tanulmányait végzi és emellett hódol szenvedélyének. Tavasszal a szeptemberben megrendezendő világbajnokság előselejtezőjét tartják, melyre hamarosan megkezdi a felkészülést, bízva a jó eredmény elérésében. Közokirat hamisítás megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a rendőrség két férfi ellen Gyulán. Egyikük meghamisította személygépkocsi a forgalmi engedélyét, társa pedig úgy, hogy erről tudott, vezette az autót. A rendőrök január 19-én 11 óra körüli időben Gyulán a Sarkadi úton ellenőriztek egy személygépkocsit. Az intézkedés során észrevették, hogy a jármű forgalmi engedélyében a műszaki érvényességi idő rovatnál az azonosító címkét
kicserélték, a műszaki érvényességi idődátumát meghamisították. A kocsiban utazó P. István előállítását követően elismerte, hogy egy másik forgalmi engedélyből vágta ki a címkét, amit azért ragasztott be a nemrégiben megvásárolt autójához tartozó iratba, mert annak a műszaki érvényességi ideje tavaly lejárt. A rendőri intézkedés idején a járművet ezt István vezette, aki tudott arról, hogy ismerőse az engedélyt meghamisította. A nyomozók még vizsgálják, hogy az a forgalmi engedély, amelyből P. István kivágta a műszaki érvényességi időt jelző címkét, hogyan került hozzá. Jó Isten éltesse még sokáig. Fogadja szeretettel Gyulaváros önkormányzata szerény kis meglepetését, egyben miniszterelnök úr üdvözlő. Ad Norbert alpolgármester virággal, és nagyon sok egészséget kívánok még. Becsinné Szabó Márta címzetes főjegyző miniszterelnöki üdvözlettel. A Rózsika néni fogadja nagyon sok szeretettel ezt a nagyon finom csokoládé tortát. A jó Isten éltesse sokáig erőben, egészségben még közöttünk. Kónya István alpolgármester pedig tortával köszöntötte a 90 éves Maris Lászlónét. Rózsika néni 1926-ban látta meg a napvilágot Vésztőn. 1949-ben ment férjhez, akkor Sarkadkeresztúra költözött és óvodai dajkaként dolgozott. 1982-ben már nyugdíjasként Gyulára költöztek lányuk közelébe. Rózsika néni hétköznapjait két lánya, öt unokája és három dédunokája aranyozza be. Véleménye szerint a hosszú élet titka a munka. Rózsika néni kedvenc időtöltése az olvasás, szereti a Petőfi Sándor verseket. Az idős hölgy a mai napig imádja a kertjét gondozni, de itt a havas téli hónapokban a család fiatalabb tagjai segítenek neki mindenben. Engedély nélküli fakivágás miatt intézkedtek a rendőrök Gyulakül területén. A gyulai rendőrök január 19-én 18 óra körüli időben a város külterületén értek tetten egy férfit, aki motoros láncfűrésszel két akácfát vágott ki egy magántulajdonban lévő erdőből. Az 56 éves íjé a fákat körülbelül egy méteres darabokra vágta fel, és autójával haza akarta szállítani, de erre a rendőri intézkedés miatt nem kerülhetett sor. A rendőrkapitányság a két egyházi férfi ellen lopás megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Ez a nap jó alkalom arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk kulturális értékeinkre. A szellem táplálása ugyanolyan fontos, mint a testé. Ön milyen kulturális kikapcsolódással töltődik fel? Azért, hogy egy kis kultúrát vigyünk mindenki életébe, ha nem túl sokat, de legalább valamennyit, hogy ilyenkor figyeljenek oda. Főként múzeumokat szoktunk nézni, de nem feltétlenül Gyulán, inkább Budapesten, a Nemzeti Múzeumban. Igazából meg ismerünk. Mit gondolsz ennek a napnak a fontosságáról a Magyar Kultúra Napján? Hogy mi a fontossága? Hát a kultúra mindenkinek fontos természetesen. Gyakorlatilag mindenfélét. Színház, olvasás, tehát egyéni elfoglaltság, társas elfoglaltság, kiállítások, múzeumok. Most éppen oda készülök a hétvégén. Mit gondol ennél az ünnepről, mennyire fontos a magyar kultúrát? Hát nyilván nagyon fontos, főleg az ilyen kis településeken, mint Gyula. És nagyon örülök, hogy teret adnak ilyenfajta megnyilvánulásoknak, mert nyilván ezeket sokan fogják látni, hallani, és talán nagyobb hatása lesz a reklámnak, mint amennyi sajnos egyelőre úgy tűnik a tapasztalatok alapján, hogy van. Bővül a megőrzendő kunhalmok listája. Lapszemle következik. Dallal köszöntik a Kultúra Napját. Karácsony után a Kultúra Napjára is készített zenés videót a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, közölte a Behír. A téli dal Szép szeműnek Illés Lajos és Majla Sándor szerzeménye. Forgalomesésre panaszkodnak az árusok. Változatlan a füstölt termékek ára a piacon, írta a Gyulai Hírlap. A vékony kolbász kilóját 1800-2000, míg a vastagot 2600-3000 forintért kínálták. Bővül a megőrzendő kunhalmok listája. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága közelmúltban újabb 28 kunhalom felvételét javasolta a mezőgazdasági parcella azonosító rendszerbe. A Nemzeti Park weboldala azt írta, a cél az, hogy ezeket a fontos tájképi értékekkel bíró objektumokat megőrizzük az utókor számára.
A költő ki Krisztust kiált. Jelenics István, piarista szerzetes tartott előadást 60-ban Sík Sándorról, írta a Magyar Kurír. Sík Sándor egy a magyar irodalomban ritka hangot képvisel, a vallásos hangot. Költészetében Istenhez fordult, és a kegyelem emberformáló nagyságára igyekezett rámutatni. Szombaton hószálingózás, gyenge havazás várható. A jövő hét elején, közepén enyhülésre van kilátás. Szombaton nyugatról felhősödés kezdődik, de ebből a felhősödésből csak hószálingózás várható. Gyenge, délies lesz a légmozgás. Egész nap fagyni fog, reggel csípős hidegre számíthatunk. A hőmérséklet az éjszakai mínusz 10 foktól 0 fokig emelkedik. A folytatásban vasárnap is hideg marad az idő, éjszaka ismét ködfoltok képződnek, a tartósabban derült helyeken erősen lehűl a levegő. A hőmérséklet mínusz 7 és plusz 1 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Cél a japán piac. Márciusban bővítheti távol-keleti pozícióit a gyulahús. Nagy az érdeklődés. Nem lesz könnyű elvinni a Várfürdő nyereményautóját. Főszerepben a jazz. A Kozma Orsi Kvartett lépett fel a napokban Gyulán. Komoly terveik vannak. Már lemezzel is rendelkezik a gyulai Bitang Flow rap csapat. A Gyula TV híradóját látták. Most az értékőrző következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!